Üdvözlök mindenkit, akkor elkezdeném az előadást. A modern C++-ról fogok beszélni. A C++ első szabványa 98-ban jelent meg. 2003-ban voltak rajta apró módosítások, de semmi számottevő. Valamint az első szabvány megjelenése után az első olyan fordítók megjelenése, ami teljességében lefette a szabványt, azoknak a megjelenéséig viszonylag sok idő telt el. A C++ visszafelé kompatibilis a C-vel, ebből adódóan kezdetekben sokan C-hez hasonlóan használták. Ma ezt többen is arhaikus C++-nak nevezik, és ennek a használata nem biztonságos, illetve számos hiba lehetőséget rejt, és ennek az előadásnak az lenne a célja, hogy megmutassam, kis betekintést adjak, hogy milyen a modern C++, ahogy ma használni akarjuk ezt a nyelvet. A C++ a világban alapvetően számos platformra elérhetőek fordítók, nagyon jó minőségű fordítók, ezért széles körben felhasznált. Megkerülhetetlen, hogy az ember valamilyen kapcsolatba kerüljön C++ kódokkal, ugyanis, hogyha magas szintű nyelveken dolgozik, például Java, C# vagy akár Python, jó eséllyel ezeknek a nyelveknek a virtuális gépei vagy fordítói C, illetve C++-ban lettek implementálva, ezért tranzitív módon szinte elmondhatjuk, hogy a világ ezekre a nyelvekre épül jelenleg, legalábbis az IT világa. Emellett nagyon jó minőségű nyílt forráskódú fordítóak érhetőek el ezekhez a nyelvekhez, itt szeretném a GCC-t és a Clang-et kihangsúlyozni. Jelenleg a C++ reneszánszát éljük, legalábbis nagyon sok szakember ezt hangsúlyozza ki. Ennek több oka is van, egyre népszerűbbek a felhő alapú szolgáltatások, ahol gyakran a legnagyobb költséget már nem a programozók megfizetése, hanem a szerverfarmok áramellátása jelenti. Így azt tud költséghatékonyan működni, aki minél kevesebb szervergéppel tud ugyanannyi felhasználót kiszolgálni. Ez természetesen minél hatékonyabb szoftverek segítségével érhető el, és erre a C++ egy nagyon, nagyon jó eszköz. Mobil alkalmazások esetében pedig az akkumulátoridő az, ami egyrészt meghatározó, másrészt pedig jelenleg még nem érte ez a technológia arra a szintre, ahol az asztali gépek tartanak, úgyhogy itt szintén nagyobb vagy több lehetőség létezik ezeknek a nyelveknek a számára. Érdekes módon az okostelefonok akkor törtek be a piacra, amikor éppen a menedzselt nyelvek voltak a legkelendőbbek, a legnépszerűbbek, éppen ezért a legtöbb platform, mint például az Android is, először a Java irányába egy nyitott, illetve a Windows Phone 7, ami a C# irányába. Ugyanakkor később mindegyik platform rájött, vagy mindegyik platform fejlesztői rájöttek, hogy hatékonyabb, hogyha lehetőséget biztosítanak a natív fejlesztésre a saját platformjukon. Így az Android például megalkotta a Native Development Kit-et, a Windows Phone 8 már rendelkezik C++ fejlesztésre alkalmas lehetőségekkel, valamint az iOS az Objective-C, illetve Objective-C++ nyelveket támogatja, aminek a C, illetve a C++ nyelvek gyakorlatilag egy-egy részhalmaza. Emellett azt tapasztalhatjuk, hogy a hardverek fejlődése az lelassul, kezdjük elérni a fizikai korlátokat, így a nagyobb teljesítmény most már elsősorban a szoftverekkel, vagy hát nagyobb mértékben múlik az általunk megírt szoftvereken is. Nem állítja senki, hogy a C++ lenne minden feladatra a megfelelő eszköz, ugyanis az ebben való fejlesztés az sokszor igen nehézkes, és elég sok hiba lehetőséget rejt magában. Ugyanakkor ezekben az esetekben érdemes esetleg egy menedzselt nyelvet választani. A C++ filozófia alapvetően a C++-szal kapcsolatban egy eléggé téves előítélet, hogy ez egy alacsony szintű nyelv. Ez ugyanakkor nem igaz. A C++ lehetőségeket nyújt arra, hogy lemenjünk alacsony szintig, közvetlen akár inline assembly kódot írjunk, de nem ez a nyelvnek a lényege, illetve jelentősége. A nyelv számunkra olcsó abstrakciós lehetőségeket biztosít. Alapvetően a szoftverrendszerek nagyon komplexek, és ezzel úgy próbálunk megbirkózni, hogy különböző abstrakciókat vezetünk be.
Sokszor elkövetik azt a hibát, amikor nyelvek hatékonyságát hasonlítják össze, hogy egy egyszerű ciklust megírnak mondjuk C++-ban és C#-ban, és lám a C# milyen hatékony, amikor azt látjuk, hogy gyakorlatilag majdhogy nem ugyanannyi idő alatt fut le a két ciklus. Igazából a C++ komplex szoftverek esetében tesz szert előnyre azzal, hogy gyakorlatilag azokért az absztrakciókért, amit nem használunk, soha nem fizetünk, illetve legtöbbször nem fizetünk, valamint azok az absztrakciók, amiket bevezetünk, a többi nyelvekhez képest kifejezetten olcsóak, amikor lehet, fordítási időben gyakorlatilag eltűnnek. A fordító kioptimalizálja őket. Ezáltal lehet jelentősen nagyobb sebességre szert tenni, mint más nyelvek esetében. Emellett például a Java-val ellentétben, ami a felhasználóra erőlteti az objektumorientált paradigmát a C++-ban, akár generatívan, struktúráltan, funkcionálisan is programozhatunk, illetve nagyon gyakran használják az objektumorientált programozási paradigmát. Illetve láttam header-only implementációt, ami még a logikai programozást is lehetővé tette a C++ környezetben. Gyakorlatilag egyre inkább kezd ez a nézet elterjedni, hogy nincs olyan programozási paradigma, ami univerzális módon minden problémára megoldást kínál, ezért a multiparadigmás nyelvek általában számos előnnyel rendelkeznek azokkal a nyelvekkel szemben, amik különböző megszorításokat tesznek a programozóknak ezzel kapcsolatban. A modern C++ segítségével biztonságos kódot írhatunk, hatékony kódot írhatunk, produktívak lehetünk, és mindezt könnyedén megtehetjük akkor, hogyha betartunk bizonyos szabályokat. Itt van ez a sok ha, és ahhoz, hogy ez a sok ha, ez a sok feltétel teljesüljön, ehhez a C++ esetében elég hosszú tanulási folyamatra van szükség, ezért sokan azt mondják, hogy ha itt van ez a sok ha, akkor mi másik nyelvet használunk, de hál' Isten a programozók munkájának a segítésére a C++-hoz jelenleg elég sok modern és kiforrott eszköz érhető el. Általában, hogy mit is értünk modern C++ alatt, a legújabb, a 2011-ben megjelent szabvány újdonságait szeretnénk kihasználni ilyenkor. Nagyon sok template metaprogramozási eszközt használunk fel. A template metaprogramozás az annak egyik nagy előnye, hogy ezek a programok általában fordítási időben futnak le, és futási idejű költséget nem jelentenek. Így gyakorlatilag ezekkel olyan optimalizációk érhetőek el, amikre más nyelvekben gyakran nincs lehetőség. Nagyon sokszor kihasználjuk a RAI paradigmát, ez a Resource Acquisition is Initialization, valamint törekedünk arra, hogy a kivételekkel ne rontsák el a kódunkat, hogyha kivétel dobódik, ne omoljon össze a program. Emellett a C++-ra jellemző az, hogy alapvetően a típusrendszere az erősebb, mint a C, de továbbra is lehetőség van, főleg a C-vel való visszafelé kompatibilitás miatt áthágni bizonyos szabályokat. A modern C++-ban ezeket, amikor csak lehetőségünk van, igyekszünk elkerülni. Alapvetően az archaikus C++ is és a modern C++ is a hatalmas és komplex C++ nyelvnek egy-egy részhalmaza, és az lenne a cél, hogy a fejlesztés során a modern C++ halmazán belül maradjunk. Mostantól elég sok példakód fog következni, de ezeket megpróbáltam minél érthetőbbé és rövidebbé tenni. Alapvetően ugyanazt a funkcionalitást jelenti most mindkét oldali kód. A hosszabb kód az gyakorlatilag archaikus C++-ban írt kód, még a másik az pedig a modern C++ paradigmáknak megfelel. Gyakorlatilag, amikor azt mondtam, hogy a két kód funkcionalitásában megegyezik, nem igazán mondtam igazat, ugyanis a rövidebb az gyakorlatilag kivételekre nézve biztonságos, még a hosszabbik az nem. Alapvetően az első különbség, ami feltűnhet az első sorban, hogy nem C-s pointereket használunk modern C++-ban, hanem smart pointereket. Ezek referencia számlált pointerek, ezért nincsen szükség az erőforrásaink felszabadítására delete függvénnyel. Ezáltal rövidebbé válik a kód, és egy csomó hiba lehetőségtől megkímél minket.
A következő sorban a ciklus, ami, vagy hát a következő sorokban egy-egy ciklust látunk. A új szabvány bevezet egy új nyelvi elemet, ami gyakorlatilag a for each-nek felel meg. Ennek egyik előnye az az, hogy rövidebb sorokat kell végigolvasni akkor, amikor a kódokat olvassuk, kevesebb karakter végigolvasása után pontosan tudja a programozó, hogy mit csinál az a kód, amit olvas, ezáltal könnyebb a kód megértése, és mivel kevesebbet is kell írni, ezért produktívabban lehet dolgozni. Emellett az autó, az gyakorlatilag egy automatikus fordítási idejű típus kikövetkeztetés, igen, egy kérdés, de a smart pointerekkel veszítünk a hatékonyságból, azonban a C++-nak a lényege, hogy minél olcsóbbak legyenek azok az absztrakciók, amiket felépítünk, tehát megpróbáljuk ezeket a veszteségeket minél minimálisabban tartani. Ráadásul ezekkel az absztrakciókkal, amiért bevezetjük őket, olyan hiba lehetőségeket tudunk elkerülni, amiket amúgy egyéb kódok bevezetésével tudnánk megtenni, ezért gyakorlatilag hosszú távon az a tapasztalat, hogy ez megtérül. Ez egy picit empirikus kijelentés, ezekre esett tanulmányok vannak, de ez egyértelműen nem lehet bebizonyítani, viszont alapvetően igen, gyakorlatilag érdemes őket használni. És pont ezáltal, hogy smart pointereket használunk, amikor a smart pointer scope-ja megszűnik, az felszabadítja az erőforrást, és addig még a jobboldali kódnál, ott, hogyha egy kivétel dobódik a cikluson belül, akkor nem szabadítjuk föl az erőforrásokat, mert nem jut el a végrehajtás a delete-ig, addig a baloldali kódnál gyakorlatilag, ha kivétel is dobódik, a smart pointereink kimennek a scope-ból, ezért felszabadulnak az erőforrások. Ahhoz, hogy típus, vagy hát kivételbiztossá tegyük a másik kódot, olyan kódokat kellene bevezetni, amik annak is elrontanák a hatékonyságát. Ez a szemléletbeli, illetve hatékonyság és kényelembeli különbség, ami megjelenik a két nyelv között, ez igen szembetűnő és nagyon látványos. Az autónál tartottam, ami gyakorlatilag hasonlít a C-sharpos varhoz, nem vagyunk kötelesek minden esetben kiírni a pontos típusokat modern C++-ban. Lehetőségünk van rá, hogy a fordítóra bízzuk, hogy fordítási időben kikövetkeztesse nekünk azokat. A C++-nak az alapértelmezett, illetve ajánlott adatszerkezete az a vektor, ugyanakkor nem volt túl kényelmes ezt használni, főleg azért, ugyanis, hogyha a fordítási időben ismert paraméterekkel akarjuk feltölteni például ezeket a vektorokat, akkor egymás után alkalmazott pushback-eket kell használnunk, ami elég sok karakterírását követeli meg. Az új szabvány bevezette az inicializátor listákat, amivel a C-s tömbökhöz hasonlóan tudjuk inicializálni ezeket az adott szerkezeteket. Emellett az igen nagy újítás például a lambda függvények bevezetése, amit a std sorttal kezdődő sorban láthatunk. Itt gyakorlatilag a fent definiált vektoron egy rendezést hajtunk végre, egy általunk megszabott szempont szerint. Régen egy külön függvényben vagy funktorban kellett kifejteni ezt a metódust, vagy akár részben rendezést, vagy rendezést gyakorlatilag, amit definiálunk ezen a vektoron. Most az új szabványnak és a lambda függvényeknek hála ezt helyben megtehetjük a sort függvény paramétereként. Ez azért előnyös, mert nem kell a kódban a különböző pozíciók között ugrálni akkor, amikor írjuk, illetve amikor olvassuk. Ezáltal szintén lerövidül a kódok írásával, illetve megértésével eltöltött idő. Gyakorlatilag a forral kezdődő sorban már semmi újdonságot nem láthatunk az előbbiekhez képest, egy inicializátor listával és egy for each szintaxissal a forráskódban leírt számokat kiírjuk a standard kimenetre. Ezt a kódot azért raktam be, mert ez gyakorlatilag már majdhogy nem egy script nyelvre hasonlít, amikor ránézünk, ugyanakkor ez C++ hatékony és natív kódra fordul le. Emellett egy új, mivel a vektorokat, illetve a különböző adatszerkezeteket inicializálhatjuk ezzel a kapcsos zárójeles módszerrel,
egységesíteni akarták a nyelvet, ezért mostantól bármit lehet inicializálni ezekkel a kapcsolatzárójelekkel. Így az i nevű integer, amit ott lent deklarálok, annak gyakorlatilag a hármat adom kezdőértékül. Ezzel elsősorban azt a hibát, vagy hát hiba lehetőséget akarták kiküszöbölni, hogy régi C++-ban például az alul lévő kikommentezett sornál a felhasználó azt akarhatta például, hogy egy foo típusú bar nevű objektumot a default konstruktorján keresztül hozzunk létre. Azonban C++-ban ami deklaráció lehet, az deklaráció, ezért gyakorlatilag ott egy bar nevű függvény szerepel, aminek foo típusú objektum a visszatérési értéke. És legtöbb esetben a programozók nem erre számítanak. Ezért, hogyha ott a gömbölyű zárójeleket kapcsolós zárójelekre cseréljük, akkor már az elvárt működést kapjuk. Bevezették a variadikus templéteket. Igazából ez egy típusbiztos megoldás, hogy változó paraméterszámú függvényt lehessen írni C++-ban. Ezeknek a működésére most részletesebben nem térnék ki idő hiányában, de gyakorlatilag a C-s megoldás az ebben az esetben nem volt típusbiztos, illetve van számos olyan megoldás, amit nem lehetett azokkal a módszerekkel megvalósítani. A smart pointerek használatára picit visszatérve, bevezettek még egy új konstanst, a null PTR-t, ami a régi nullt, illetve a nullát akarja kiváltani. Ez szintén a típusbiztosság növelés érdekében történt meg, ugyanis addig, míg a null, illetve a nulla az konvertálódik implicit módon egész számá, illetve konkrétan az egy egész szám, addig a null pointerről ugyanez nem mondható el. Ezáltal a programjaink típusbiztossága növelhető. A referencia számlált pointerekkel kapcsolatban akarok itt egy nehézséget bemutatni, hogyha van mondjuk egy ablakunk, ami rendelkezik egy gombbal, amire mondjuk egy referencia számlált pointeren keresztül hivatkozik, akkor ha az a gomb egy ugyanilyen pointerrel hivatkozna az ablakra, akkor mind az ablaknak, mind a gombnak legalább egy lenne a rá vonatkozó referenciák száma, ezért soha nem kerülnének felszabadításra, soha nem törlődnének a memóriából. Ezt a jelenséget ciklikus referenciának hívjuk, és a gyenge referenciákat, vagy a gyenge pointereket vezettük be ezeknek a ciklikus referenciáknak a megtörésére, aminek az a lényege, hogyha egy objektumra gyenge referenciával hivatkozunk, akkor az nem növeli az adott objektumra vonatkozó referenciák számát. Igazából ez elsőre bonyolultnak tűnhet, de gyakorlatilag itt birtoklási viszonyokról van szó, hogyha úgy építjük fel a programunkat, hogy akkor, amikor az ablakunk ugye birtokolja a gombot, erős referenciát használunk, abban az esetben viszont, amikor a gombunk az nem birtokolja az ablakot, csupán hivatkozik rá gyenge referenciát, akkor nem jöhetnek létre ciklikus referenciák, ezért ez egy viszonylag könnyen megjegyezhető és alkalmazható szabály. A C++11-ben megjelent egy új optimalizáció gyakorlatilag, az alábbi függvényt, hogyha hagyományos szabvány szerinti fordítóval fordítjuk le, vagy hát a 98-as szabvánnyal kompatibilis fordítóval, akkor gyakorlatilag az történik, hogy a függvényben létrehozott foo típusú objektumot, amikor visszatérési érték, visszatér ez a bar nevű függvény, akkor átmásoljuk arra a helyre. Igen? Nem ugrik itt be a name return value optimization? De. Itt gyakorlatilag az egy optimalizáció, amit nem garantál a szabvány viszont. Tehát ez a fordító... Megengedi, igen, de nem garantálja. Tehát ezzel a feltételezéssel nem feltétlenül élhet a programozó minden esetben. És a C++11-es szabvány viszont már garantálja, hogy itt minden esetben az ezzel kompatibilis fordítóknak ez kell, hogy történjen. Ez az úgynevezett move szemantika, amikor gyakorlatilag ahelyett, hogy a visszatérési érték helyére átmásolnánk ezt az X-objektumot, és utána pedig megsemmisítenénk a bar nevű függvényen belül a stackkel együtt. Gyakorlatilag az történik,
hogy átmozgatjuk az objektumot, ez gyakorlatilag pointer trükközésekkel történik a háttérben, így nem történik fölösleges másolás és deallokáció. És mivel ez a move, ez gyakorlatilag egy új másoláshoz hasonló művelet, ezért a nyelvben bevezettek move konstruktorokat, illetve move assignment operátorokat. Illetve az std move segítségével erőltethetjük ezt a move szemantikát, azonban mivel ekkora bar nevű objektum mozgatásra kerül, ezért hogyha a foo egyenlő std move bar sor alatt használnánk a bar nevű objektumokat, az nem definiált viselkedéshez vezet, úgyhogy ez elkerülendő. Alapvetően a jobb érték referenciák tipikusan olyan objektumok, amik mozgatásra fognak kerülni minden esetben a C++ 11 szabványban. Azonban ez egy eléggé összetett és bonyolult témakör, ez egy áttekintő jellegű előadás. Most az az igazság, hogyha ez most egy C++ konferencia lenne, akkor majdnem minden szlájdról egy külön előadást lehetne tartani. Ezen a szlájdon szintén számos új feature jelenik meg, ami újdonság a C++ 11-es szabványban. Például nem csak statikus tagváltozókat lehet most már a második sorban látható módon inicializálni. Nincs szükség arra, hogy külön a konstruktorba írjuk bele ezt az inicializációt. Így gyakorlatilag, hogyha először megtörténik ez a fajta inicializáció, és utána a konstruktorban még módosíthatjuk az értékeket. Amennyiben viszont az inicializátor listát használjuk, amire a konstruktoroknál lehetőségünk van, akkor a második sorban lévő inicializáció nem fog megtörténni. Emellett újdonság még a konstruktorok delegálása. Itt például az alapértelmezett konstruktor esetén egy másik konstruktort hívok meg, és erre sajnos nem volt lehetőség előtte a 98-as, illetve 03-as szabványban. Emellett egy új újdonság például, hogy alapértelmezetten ugye a C++ szerint minden osztálynak a fordító legenerál több függvényt is, mint például a destruktort, a konstruktort, copy konstruktort, assignment operátort. Itt most explicit módon megmondhatjuk, hogy ezek közül valamelyiket ne generálja le, vagy generálja le. Régebben ezeket például private-té tették, ami nem feltétlen jó megoldás, mert például lehetőség van arra, hogyha egy leszármazott osztályban van egy publikus, virtuális értékadó operátor, akkor azon keresztül akár a private-ként definiált értékadó operátort is el lehetett érni. Tehát ez egy biztonságosabb megoldás. Megjelent egy új adattípus, a tuple, ami gyakorlatilag egy rendezett tennes, ahol tetszőleges típusú lehet az összes eleme, illetve tetszőleges számú elemei lehetnek ennek a rendezett tennesnek. Gyakorlatilag ez elsősorban inline struktúrák helyett használható viszonylag kényelmesen, a metaprogramozás eszközeivel lett megvalósítva, illetve a MakeTuple segítségével még kényelmesebben létre lehet hozni a paraméter típus dedukcióink miatt, nem kell nekünk explicit módon kiírni a különböző paramétereknek a típusait. Emellett a C-s tömbök helyett megjelent egy hasonló Standard Template Library-beli Array nevű adatszerkezet, ami gyakorlatilag annyiban több egy C-s tömbnél, hogy mindig tudja önmagáról a méretét. Az unordered map, illetve unordered set és hasonló adatszerkezetek pedig abban nyújtanak újdonságot, hogy a régi map set-tel ellentétben nem bináris keresőfákkal, hanem hasítással és hash táblák segítségével működnek, ezért legtöbb esetben konstans idő alatt elérhetjük az indexekkel a különböző tárolt értékeket. Emellett a C++ 11-es szabvány még számos egyéb újdonságot is tartalmaz, például a párhuzamos programozást megkönnyítő, illetve lehetővé tévő könyvtárakat, valamint reguláris kifejezéseket, jobb Unicode támogatás, vagy egyáltalán Unicode támogatás,
illetve saját konstans literálok bevezetését, chrono, random. Hát a randommal elég nagy probléma volt például eddig, hogy gyakran azt csinálták, vagy hát az a bevett szokás, hogy a C-sorrend függvény visszad egy nagy számot, és abból maradékkal, vagy egyéb módon egy bizonyos intervallumra leszűkítettük a véletlenszerű számoknak, vagy hát a véletlenszerűen generált szám intervallumát, azonban ennek az eloszlása nem feltétlen volt egyenletes, illetve nem feltétlen mutatja a programozó számára szükséges tulajdonságokat. Az új random generátorok már ennél jobb tulajdonságokkal rendelkeznek. A kronókönyvtár pedig az időmérésével kapcsolatos eszközöket biztosít a programozó számára. Emellett még számos más újdonságot is bevezettek, azért emeltem ki az előző szlájdokon néhányat az eddig megmutatottak közül, mert ezekre a későbbiek során szükség lesz, illetve ezekben nagyobb valószínűséggel hamarabb bele fog futni a programozó. Template metaprogramozás az egy ijesztő dolog, mert eléggé zajosak a metaprogramok, ugyanis a templéteket elsősorban nem erre tervezték. Ez egy véletlen volt, egy véletlen folyamán jöttek rá, hogy gyakorlatilag egy Turing-teljes nyelvet, egy tiszta funkcionális nyelvet alkotnak meg a C++-on belül. Éppen ezért nem kényelmes a használatuk, viszont számos előny származik belőle. Az itt megmutatott szlájdok után nem... Tehát, hogyha valaki nem metaprogramozott még ezek után a szlájdok után, sem feltétlen fog tudni, de már érezni fogja remélhetőleg, hogy mikor érdemes hozzányúlni ehhez az eszközhöz, mikor érdemes alkalmazni, illetve foglalkozni vele. Általában milyen feladatokra szoktuk ezt felhasználni? A C++-nak a típusrendszere nem a lehető legerősebb, de a C-hez képest már lényegesen erősebb. Ehhez képest mi újabb ellenőrzéseket akarunk bevezetni, megszorításokat tenni, amik már fordítási időben bizonyos hiba lehetőségeket kiszűrnek. Éppen ezért fordítási időben gyakorlatilag ezeket a megszorításokat meg tudjuk fogalmazni a template metaprogramozás segítségével. Optimalizálásokat is végrehajthatunk azzal, hogy bizonyos döntéseket a megírt kód alapján fordítási időben meghozunk, és azt a kódrészletet hajtjuk végre, amelyik az adott adatszerkezetre, például amivel egy függvény meghívásra került, optimálisabb. Illetve előfeldolgozást is hajthatunk végre azzal, hogy fordítási időben egy algoritmusnak egy bizonyos részét elvégezzük, ezt gyakran szuperoptimalizációnak is szokták nevezni. Emellett a template metaprogramozás segítségével olyan eszközöket adhatunk az általunk írt könyvtárakat használó programozók kezébe, ami nagyban megkönnyíti azok használatát. Alapvetően a metaprogramozásra, vagy hát erre a nyelvre, amit a templétek a C++-ban kialakítanak, a lustaság jellemző, illetve egy nagyon fontos paradigma, amit kihasználunk, ez az SFINAE, ez a Substitution Failure is not an Error. Azt jelenti, hogyha egy sablonban nem sikerült behelyettesíteni valamilyen típust, az nem feltétlen jelent fordítási hibaüzenetet, hanem megpróbálja a többi sablonba is behelyettesíteni az adott típust a fordító, erre majd fogok mutatni példát. Gyakorlatilag mintailesztéshez hasonló módszerekkel fogjuk meghozni a döntéseket, valamint különböző tulajdonságokat próbálunk megfogalmazni bizonyos típusok esetén, amiket később leellenőrizhetünk, és ezáltal juthatunk el a hatékonyabb, illetve biztonságosabb kódhoz. CRTP az egy tervmint, amit gyakran kihasználnak a template metaprogramozásban, és számos olyan eszközt ad a metaprogramozók kezébe, ami segítségével nagyobb rugalmasságot és teljesítményt érhetnek el. A policy az elsősorban a könyvtárfejlesztőknek egy nagyon hasznos eszköz, szintén egy tervminta, amivel futásidejű költségek nélkül segíthetnek, hogy a programozók testre szabhassák az általuk írt
függvényeket, illetve osztályokat. Valamint be fogom mutatni a dimenzionál analízist, amivel a C++ típus rendszere még biztonságosabbá tehető. Először is, hogy néhány eszköz, amivel a template metaprogramozók dolgozni szoktak. Ez a SFINAE paradigmát hivatott bemutatni. Gyakorlatilag arra vagyunk kíváncsiak, hogy az a típus, amit ez a HasTypeDef foobar sablon paraméterének megadunk, ez vajon rendelkezik-e egy foobar nevű belül definiált típussal. Ezt először is a függvény túlterhelés segítségével dönthetjük el, hogyha végigjátsszuk, hogy mit csinál a fordító, első esetben, amikor az integert próbáljuk behelyettesíteni, akkor gyakorlatilag ebbe a HasTypeDef foobar osztálynál a T helyére, illetve akkor azt tapasztaljuk, hogy ott van ez a sizeof az alján, ebben gyakorlatilag egy függvény található, ami megkapja ezt az integert. Az lényeges, hogy a sizeof paraméter az nem futási időben, az csak fordítási időben értékelődik ki, tehát amit sizeofon belül látunk, az gyakorlatilag garantáltan fordítási idejű adat. És gyakorlatilag átadjuk ennek a teszt nevű függvénynek egy nullát, ami jelen esetben egy null pointer lehet, például konvertálódhat hozzá, vagy akár csak egy szám. Ez a teszt nevű függvény template paraméterként megkapja ezt az intet. A fordító először megpróbálja behelyettesíteni a yes visszatérési értékű tesztbe. Ez ugyanakkor nem fog sikerülni, mert az integer nem rendelkezik ezzel a typename 2.2.foobarral. Ugyanakkor gyakorlatilag ez nem fog nekünk legenerálni fordítási idejű hibát, mert pont emiatt a substitution failure is not an error miatt, paradigma miatt. Viszont a no esetében bármilyen paramétert elfogad, bármilyen típus paramétert és bármilyen függvényparamétert, ezért a no visszatérési értékű teszt függvény az, ami végül példányosodni fog ezen az osztályon belül. Alul pedig a bool, az szintén egy fordítási időben kap paramétert. Gyakorlatilag, hogyha megnézzük éppen ezért a teszt függvény visszatérési értékének a méretét, akkor az a no-nak a méretével fog megegyezni, ami két karakter, ami kettő, és ez nem lesz egyenlő a yes-nek a méretével, ami egy karakter, ezért az egy, éppen ezért az a bool érték, amit ez az osztály tartalmazni fog, az hamis lesz, és mindez a folyamat ez fordítási időben fog lefutni, tehát nincs futási idejű költsége. Csak az a memória költség, amiben ezt a bool értéket eltároljuk. Ellenben, hogyha a fut helyettesítjük be a T helyére, akkor azután a behelyettesítődik a C helyére, ahol a foobar típusú pointeres paraméterű függvény fog példányosodni, és ezért az a teszt függvény példányosodik, amelyiknek yes a visszatérési értékének a típusa, aminek a mérete természetesen meg fog egyezni a yes méretével. Ezáltal, hogyha lefuttatnánk ezt a programot, akkor az első sor nullát, a második sor egyet írna ki. Ez a példa, ennek nincs különösebb gyakorlati haszna, ez csupán azt a gondolatmenetet mutatja meg, amivel fordítási időben döntéseket tudunk hozni. Így például meghatározhatjuk, hogy egy adott típusnál melyik függvény az, amelyiket használni akarjuk. Ez a példa ez jól mutatja, és például ha tudjuk, hogy egy adott rendezés mondjuk listák esetén optimálisabb, akkor listára azt a függvényt példányosítjuk fordítási időbe, még hogyha vektorok esetén egy másik rendezés, akkor vektorok esetén azt példányosítjuk futási időben. Például, hogyha még egyéb fordítási idejű döntéseket akarunk meghozni, például két típusról el akarjuk dönteni, hogy azok azonosak-e, akkor gyakorlatilag a felső négy sor segítségével elég egyszerűen megtehetjük azt. Ez csupán egy template specializáció gyakorlatilag, amikor a T és az U az megegyezik, akkor a specializáltabb template, ami példányosodni fog, ami a true type-ot örökli. Igazából itt most nagyon a részletekben nem akarok elmenni, de gyakorlatilag remélem azért érezhető, hogy annyira nem ördöngösség és
nem megérthetetlen, nem annyira nehéz. Gyakorlatilag ez a metaprogramozás, ez még C++-os körökben is picit néha ilyen misztikus, például a témavezető metaprogramozással kapcsolatos előadását C++ Voodoo Mágia címén tartotta. Igen? Ez a kérdésem, de hogy itt a struct után az iszém és a tét, ez a sima kettős pont az most itt mit jelent tulajdonképpen, mert ilyen van a konstruktoroknál. Uh-huh. Itt gyakorlatilag ez öröklődést jelent. Itt azt jelenti, hogy a false type-ból, illetve a true type-ból öröklődjön az adott osztály. Ez gyakorlatilag azért lényeges, mert a false type-ban is, illetve a true type-ban is vannak definiálva ilyen előre. Tehát gyakorlatilag egy bool konstans true-ra van állítva a true type-ban, a false type-ban pedig konstans false-ra. Tehát igazából ezzel egy kis gépelést lehet megsporolni ahhoz képest. Tehát utána isszém 2.2.value-val, ugyanúgy az előző slide-hoz hasonlóan meg tudjuk nézni, hogy 1 vagy 0-e az értéke. Tehát ez igazából csak kényelmi rövidítés. Az enable if az pedig gyakorlatilag szintén az SF-INAE, INAE paradigmát használja ki. Ezzel meghatározhatjuk, vagy hát megköthetjük, hogy egy adott függvény például, vagy osztály példányosodjon-e egy adott kritérium függvényében. Gyakorlatilag a használata az viszonylag egyszerű, a működésének a megértéséhez pedig lehetséges, hogy egy picit gyakorlat is kell, de alapvetően, hogyha ezt az A osztályt nézzük meg, ez csak akkor fog tudni példányosodni, hogyha template paraméterként egy float típusú típust kapott. Igazából ez azért előnyös, hogyha tudjuk, hogy például egy adott osztály, mondjuk ez most pont egy másik példa, egy adott osztály mondjuk egy számítást ír le, ami mondjuk rosszul kondicionált, ezért nem elég pontos, és hogyha a lebegő pontos számokat alkalmazunk, akkor nem fog megfelelő eredményt adni, akkor már fordítási időben elérhetjük azt, hogy lebegő pontos számokra ne is példányosodjon az adott számítás. Ezért, hogyha azzal akarná használni a programozó, akkor hát ne legyen rá lehetősége, mert amúgy ez nehezen debuggolható futási idejű hibákhoz vezethet. Tehát ez egy olyan eszköz, amivel gyakorlatilag megvédhetjük a könyvtár felhasználóit attól, hogy lábon lőjék magukat. Igazából ez a template metaprogramozás egyik nagy előnye és felhasználása. Alapvető eszköz ez a static assert, amivel gyakorlatilag fordítási időben kiértékelhető kifejezések alapján eldönthetjük, hogy mi akarjuk-e egyáltalán, hogy lefordulhasson az a kód, és hogyha nem, ez esetben egy hiba üzenetet szolgáltathatunk. Bizonyos esetekben nem akarunk egyből fordítási hibát, csak figyelmeztetést, akkor az alatta lévő függvényt használhatjuk, aminek annyi a trükkje, hogy a T nevű változó az nincs benne felhasználva, ezért egy figyelmeztetés dob a fordító, hogy fölösleges vagy redundáns változó van ott. És hogyha a T-típusnak egy informatív nevű osztályt adunk, akkor gyakorlatilag ez egy egész jól olvasható hibaüzenet lesz, csak nem a fordító hibaüzenetére, hanem az általunk meghatározott osztálynévre kell figyelni a programozónak. Nem a legkényelmesebb megoldás, de működőképes. Idő hiányában a Curiously Recurring Template Patternről most nem beszélek, az a lényeg, hogy fordítási időben lehet virtuális függvényhívásokat emulálni vele. Gyakorlatilag ez egy optimalizáció, emellett különböző funkcionalitást lehet beleinjektálni más osztályokba. Policy esetében pedig gyakorlatilag megadhatjuk a felhasználónak, hogy a könyvtár használójának,
hogy bizonyos aspektusait vagy lépéseit a mi osztályunknak ő maga írja meg, például, hogy milyen módon hozzon létre egy objektumot. Ezáltal, mivel ez a behelyettesítés fordítási időben megtörténik, gyakorlatilag futási idejű költség nélkül tudja testre szabni az általunk megírt könyvtárat. A dimensional analysisről szeretnék nagyon gyorsított menetben beszélni, mert fogytán vagyunk az idővel. Valószínűleg sokan hallottak a Mars Climate Orbiter műholdról, ami belecsapódott a Mars felszínébe, amit egy programhiba okozott. A programhiba oka az volt, hogy több modult más fejlesztők fejlesztettek, és más mértékegységeket használtak. Ebből kifolyólag nem volt pontos a számítás, nem voltak pontosak a számítások, és az ilyen típusú hibákat akarjuk kiszűrni. Így most időhiányában nem is igazán mondom el, hogy ez konkrétan hogyan működik, de gyakorlatilag az a lényege, hogy egy olyan eszközt alakíthatunk ki, ahol mi explicit módon megmondjuk típusok segítségével, hogy mondjuk egy adott mennyiség az most méter, kilogramm, esetleg newton, vagy bármi más, és amennyiben például tömegnek akarunk hosszúságot értékül adni, ez fordítási idejű hibához vezethet, ezért a szemantikai hibák nagy részét már fordítási időben kiszűrhetjük a kódok esetén, és így gyakorlatilag katasztrofális következményeket is elkerülhetünk, mint például dollármilliárdos készülékek pazarlását. Gyakorlatilag ennek a módszernek az a nagysága, hogy metaprogramok segítségével, amikor különböző képletekbe írjuk be ezeket a mennyiségeket, például egy távolságot elosztunk egy idővel, akkor kiszámolja az új mértékegységet, ezért az új mértékegység gyakorlatilag sebesség lesz, így gyakorlatilag a fizikai mennyiséget, tehát főleg ez a fizikai modellezésnél nagyon hasznos, biztosak lehetünk benne, hogyha lefordul egy adott kód, akkor a mértékegységek rendben vannak, így ez egyfajta verifikációja a képlet helyességének is, legalábbis mértékegységek szempontjából. Röviden a C++ jövőjéről, a C++ 11 szabálynak sajnos számos hibája van, éppen ezért viszonylag hamar, ugye az előző szabványmódosítás az 2003-ban volt, azóta 8 év eltelt, ami az informatikában majdnem örökké valóság, de most viszonylag hamar 3 éven belül egy új szabványjal ki akarnak jönni, ami a bizonyos koncepcionális apró hibákat javít, valamint elsősorban a standard függvénykönyvtárat akarják kibővíteni, többek között fájlrendszerek, valamint hálózatkezeléssel. A következő nagyobb módosításokkal rendelkező szabvány 2017-re tervezik, olyan feature-ökkel, mint például modulok, a header-ök helyett, transactional memory, ami gyakorlatilag a biztonságosabb programozás felé egy lépés lenne, meg akarják támogatni a numerikus módszerekkel lekódolását, valamint fordítási idejű reflexió is tervbe van véve. Koncept, megmondom őszintén, én kétlem, hogy az valaha el fog készülni, de van rá esély, valamint lehetséges, hogy lesz alapértelmezett adatbázis kezeléssel kapcsolatos könyvtár is. Köszönöm a figyelmet! Hogyha nem siet senki nagyon ebédelni, akkor várom a kérdéseket. Igen? Megnyitom egy pillanat. Hogy smart pointerek. És valahogy még a 11-es szabvány előtt is meglehetett volna, hogy elvileg a smart pointerek. Igen. Ez hogyan? Tehát, 11-es szabvány előtt egy autopointer nevű smart pointer volt, ami picit egyik nagy problémája ennek az volt, hogy valamennyire biztosítani akarták, hogy egy objektumra csak egy ilyen pointer mutasson, ezért, hogyha volt két autopointered, és egyiknek értékül adtad a másikat, akkor az eredeti az null pointerré vált. Na most, hogyha van neked mondjuk egy vektorod,
egy vektorod ilyen autopointerekből, és ráengedtél például egy rendezést, ami elég sok másolással, értékadással járt, akkor kinullázódott egy csomó pointer, felszabadították a saját memória területüket, tehát azzal nem volt probléma, de elvesztettél egy csomó adatot, úgyhogy igazából ez az új szabványban ez deprecated, tehát nem ajánlott már a használata, se helyett jött be három új pointer, a unique pointer, ami az autopointerhez hasonlít, csak jobban megoldva, a shared pointer, ami egy referencia számlált pointer, valamint a weak pointer, ami a ciklikus referenciáknak a feloldására hivatott. Igen? Ha mégis jól értem, akkor gyakorlatilag, amit eddig a Boost library szolgáltatott, Boost scope operátor shared pointer néven, azt így, hogy a szabványba átvették. Igen, a szabvány az nagyon sokat vett, tehát a Boost könyvtárból picit átgondolva, de gyakorlatilag van, ahol szinte egy az egyben. Illetve a file system, amit a 2014-es szabványban be akarnak vezetni, az is a Boost könyvtár alapján, a file system V3 alapján fog elkészülni, hogyha minden igaz. Abban nem vagyok biztos, de lehetséges, hogy a network-kel is hasonló a helyzet. Meg a regexp is. Igen, a regexp is gyakorlatilag, az a 11-es szabványban lévő regexp is a Boost könyvtár, annak is a Boost könyvtárban lévő regexp az őse. Igen? Akkor a template metaprogrammingról beszéltél, hogy kicsit elveszettem a fonalat, volt egy ilyen rész, hogy a template paraméterek, init ott volt az előtte. Ez? Ez a class enable egyenlő void, hogy ott mit hivatott csinálni? Itt ez gyakorlatilag az a lényege, hogy hát ebben a példában itt... Default paraméter? Igen, egy default paraméter. Gyakorlatilag a felhasználó soha nem fogja ezt a második paramétert megadni. Hogyha mondjuk itt megszorítást akarok adni arra, hogy az A osztályban csak floating point típusú lehessen a sablon paraméter, akkor gyakorlatilag a specializációnál a második paraméterem ez az enable if. És akkor, amikor ez az enable if, ennek az értéke hamisra értékelődik ki, akkor ha megnézzük az enable if-nek a definícióját, az gyakorlatilag üres, egy üres osztály, true esetén a kapott T-típusra van egy type defje type néven. Na most, hogyha false-ot kapott, akkor nincs specializálva, ezért nem rendelkezik itt ezzel a type taggal, itt nem rendelkezik, és mivel ezzel nem rendelkezik, ezért ez gyakorlatilag egy behelyettesítési hiba lenne, ezért nem tud példányosodni ez az A osztály fordítási időben. Így gyakorlatilag ez a hasonló gondolatmenet, mint itt ennél a slide-nál látható volt. Gyakorlatilag majdhogy nem mindig ezzel játszanak a template metaprogramozók. Melyik az a 2017-es szabályban a javaslat vagy tervezett változtatás, amit a legjobban vársz? Hát igazából én a transactional memory-nak eléggé örülnék, mert ez a biztonságos programok felé egy eléggé jó lépés lenne, de ami még nagyobb előrelépés lenne úgy általánosságban, az a modulok, ugyanis jelenleg vannak ugye header-jeink és forrásfájljaink, és gyakorlatilag a header-ök szövegszerű behelyettesítéssel kerülnek a forrásfájlokba, és ez egy elég nagy kihívás, amikor sok header-t sok forrásfáj használ, akkor gyakorlatilag majdhogy nem ilyen, hogyha van M header-ünk és N forrásfájlunk, akkor majdnem M-szer N kódmennyiséget akarunk lefordítani, ami elég időigényes. Gyakorlatilag a C++ fordítók híresek a lassúságukról emiatt, illetve C++ kódbázisok, illetve direkt eszközök is vannak a header include-ok refaktorálására, hogy minél többet nyerjünk a fordítási időn, illetve minél kevesebb legyen a függőség, hogyha egy headert módosítunk, minél kevesebb fájt kelljen újra fordítani. A moduloknak az lenne a lényege, hogyha van M forrásfájlunk és N modulunk, akkor M plusz N-nél több fordítás garantáltan ne történjen. És ez egy hatalmas előrelépés lenne az összes C++ programozó számára. Csak ezt nehéz platformfüggetlen és visszafelé kompatibilis módon megvalósítani, de például a Clang-nek már vannak erre kísérletei, illetve
Hogyha valaki a Clang Developer Meetingnek, a legújabb Clang Developer Meetingnek a videóit és szlájdjait megnézi, ott van egy előadás ezzel kapcsolatban. Ez a file system, ez gyakorlatilag jelenleg nincs lehetőség arra, hogyha például a standard könyvtárakkal be akarunk járni egy könyvtárat. Milyen fájlok találhatóak egy adott könyvtárba. Erre külön könyvtárakat kell használni, és gyakorlatilag ez majd, hogy nem egy az egyben a Boost File Systemnek a 3-as verziójáján alapuló könyvtár lenne, hogy platform független módon biztosítsa már a standard könyvtár ezt a lehetőséget. Ez egy eléggé nagy hiányossága szerintem a standard könyvtáraknak. A legtöbb programozási nyelv rendelkezik erre beépített eszközökkel. Modern C++-ban minél minimálisabban akarjuk tartani az összes C-s függőséget. Szeretném kérdezni, hogy a C++-11-nek a lehetőségei azok milyen fordítókkal érhetőek most? A legjobb lefedettsége pont a nyílt forráskódú fordítóknak van, mint például Clang és GCC, valamint a legújabb Visual Studio is nyújt már támogatást, de ez még eléggé limitált, illetve Customer Technology Preview-ok jelennek meg, ami azt ígérik, hogy havonta, két havonta újabb-újabb feature-öket fognak bevezetni a felhasználók számára. Emellett elérhetőek fizetős ipari fordítók is, amiknek a minőségéről nem tudok nyilatkozni, mert azokkal még nem dolgoztam. Igen, ez egy nyelv... Ottani fordítókban egy megimplementált dolog, és utána neked nem kell, gyakorlatilag számantikailag nem kell vele foglalkozni, hogy most referencia számolsz, vagy nem, mert ő megoldja. Ez egy filozófiabeli különbség, hogy a szabványbizottsága a C++-nak azt követi, hogy amikor csak lehetőségünk van, ne új nyelvi elemet, hanem új könyvtári elemet vezessünk be. Tehát amit csak lehet, valósítsunk meg a nyelvben, a nyelv segítségével, és anélkül, hogy a fordítókon ezáltal gyakorlatilag módosítani kellene, mert a C++ fordítók elég komplexek és összetettebbek, és ez egy elég nagy szempont, hogy megvalósítható legyen minden, ami a szabványban le van írva. Illetve a Microsoft azért vezette be ezt a rendszert, ugyanis a C++-nak egy nagy hátránya, hogy nincs standard bináris interfésze. Így például ugyanazon fordítóknál is, hogyha különböző verzióval fordítasz le egy könyvtárat, és a saját programodat nem biztos, hogy össze tudod őket szerkeszteni. Ezért gyakorlatilag a Microsoftnál ez a projection systemmel egy picit összefügg. Igazából nekik az az ajánlatuk, hogy ők nem... Tehát nem várják el, vagy nem is ajánlják feltétlenül, hogy az ember mindenhol az ő nyelvi kiterjesztéseiket használja, hanem ez elsősorban a .NET-es, illetve egyéb menedzselt nyelvekkel és környezettel való átjárhatóságot hivatott biztosítani, mert az az objektum, amit te példányosítasz, nem feltétlen te lehetséges, hogy egy .NET-es függvény fogja végül felszabadítani, vagy .NET-es környezetben szabadul végül föl. Igen. Azt szeretném kérdezni, hogy jól értem, hogy akkor ezeknek a fejlesztéseknek az lenne a lényeg, hogy inkább platform függetlenül. Igen, igen. Ami a szabványban, tehát a C++, mivel alapvetően egy platform független nyelv, ezért elvárás, hogy ami a szabványba bekerül, annak az majdnem minden platformon működnie kell, vagy megvalósíthatónak kell lennie. Tehát akkor arra lenne szó, hogy megírok egy programot, és az lefordul a Android tableten is, meg a... Amennyiben az adott platformra a szabvány lefedő fordítóval rendelkezel, és csak a standard függvénykönyvtárakat használod, akkor igen. Tehát a szabvány ugye biztosítja a fordítót és a standard könyvtárakat, és a standard könyvtáraknak minden platformon jelen kell lenniük, amelyik platformra van szabványos fordító. Hogyha te viszont használsz olyan könyvtárakat is, amiknek olyan függőségei vannak, vagy csak az egy adott platformra érhetőek el, akkor nyilván te ezt a platform függetlenséget te már elvesztetted, és ahhoz, hogy ezt
visszakapd, vagy visszanyerd, ahhoz plusz erőfeszítéseket kell tenned, ami nem mindig egyszerű, sőt, legtöbb esetben elég költséges és időigényes. Köszönöm a figyelmet!